A színész szerint a korkülönbség egy kapcsolatban nem feltétlenül baj, a botox teljesen elfogadható, nagy álma pedig egy magyar mozifilmben játszani. Pintér Tibor őszintén mesélt a Velvetnek idei évéről, az interjúból nem maradhatott ki 2018 egyik jelentőségteljesebb mozzanata sem, így szóba került szerepei és tervei mellett természetesen Ek barátnője, Frida is. A 44 éves színész az évet a saját maga által írt és rendezett Jimmy Musical-lel kezdte, aminek a főszereplője is ő volt. Elmondása szerint a darab ugyanolyan megosztó lett, mint saját maga, ám mindenképp sikernek könyveli el, várhatóan 2019-ben is játszani fogják. Emellett Gőzerővel dolgozik legújabb darabján, a Damien Musicalen is, a történet középpontjába pedig saját lovas színházát venni. Természetesen munkája mellett Tenya beszélt magánéletéről is. Fridával való kapcsolata rendszeresen téma volt a médiában, hol összevesztek, hol kibékültek, néha pedig a köztük lévő korkülönbséget feszegette a sajtó. Engem mindenki pedofilnak tart, és lehurlognak azért, mert fiatal barátnőm volt a Fridi személyében, pedig a korkülönbség, ez a 23 év, nem gondolom, hogy olyan sok lenne. Mondta Pintér, majd példának fel is hozta Faludi György és Feni, illetve Jókai Ég kapcsolatát. Elmondása szerint ha összhangban tudnak lenni lelkileg és szellemileg is, nem számít problémának a kor. Azt gondolom, hogy ez önmagában nem szégyen, nekem a Fridi azért is volt egy színfolt az életemben, mert visszarángatott a fiatalságomba. Ennek érdekében még haját is levágatta, így még fiatalosabb imidzset alkotott magának. Mindezek mellett úgy gondolja, már inkább az érettebb férfiak szerepét szeretné eljátszani hőszerelmesek helyett, hiszen a színházban még pár évet szán magának, ám azt azért kiemelte. Nehezen vagyok pótolható a lovas színházban. Mindig azt szoktam mondani, úgy ahogy én énekelek, úgy énekelnek még páran, úgy ahogy lovagolok, szintén, de úgy ahogy lovon énekelek, úgy nem. Ezt azonban inkább szomorúsággal, mintsem örömmel tölti el, jobban örülne ugyanis, ha lenne utánpótlás a szakmában. Tenya azt is bevallotta, fontolgatja orra megműtetését, botoxozásait pedig nem tartja szégyelni való dolognak, szerinte csak itthon reagálják ezt ennyire túl, Amerikában ez teljesen hétköznapi dolognak számít. Hogy ennek tudható-e be a sok üzenet, amivel a nők bombázzák? Nem tudni, de természetesen a színésznek erről is megvan a véleménye. Minden valamennyire jól szituált férfi, legyen az akár egy autószerelő, kap szexuális ajánlatokat csajoktól, ha kicsit is jól néz ki. Ezekre mostanában már nem válaszol, de természetesen a nem erotikus tartalmú,
Rajongói levelekre mindig reagál. Félreértés ne essék, nem zavar, ha rám írnak, hiszen abból élek, hogy szeretnek, és bizony szeressenek, én is szeretni akarom a közönségemet, de van egy szint, ami nem kommunikáció és amire nem reagálok. HÚSZ19-es céljai pedig nem mások, mint szeretett lovas színházának a fejlesztése, és hajszolja álmát, szeretne egy nagy magyar mozifilmben szerepelni.